Miután október végén befejeződött az őszi szezon a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban, november elején már pályára léphettek a csapatok a téli teremfoci bajnokság meccsein. A 102 együttesből 41 csapat döntött úgy, hogy átfutballozza a téli időszakot, így az alkalmi tornák mellett 4 hónapon keresztül rendszeresen rúghatták a labdát a Bemiskola csarnokában a sporták szerelmesei. 4 hónapon keresztül mentek a küzdelmek, 190 mérkőzést játszottunk a döntőig, itt még újabb 6 mérkőzésre kerül sor. 41 csapat vett részt a bajnokságban, csak a Nyírsuli által szervezett szézósport városi bajnokság csapatai szerepeltek, és a 4 csoport győztese alkotta most a döntőt, és itt a döntőbe körmérkőzéses formában dől el, hogy ki 2012-2013 nyíregyházi abszolút téli teremlabdarúgó bajnoka. A téli bajnokságot a Marsó Kft. Csapata nyerte a Nyírségszerviz Kft. És a T-Fogtransz Kft. Együttese előtt. A döntő napján rendezték meg a BEM-ben az első ízben kiírt önkormányzati bajnokság zárófordulóját is. Nagyon jó kezdeményezésnek véljük, hiszen különböző helyeken dolgoznak a játékosok, minden egyes csapat, minden egyes tagja, és keddenként összejöttünk, egy kicsit bulisztunk, kicsit játszottunk, kicsit szórakoztunk, amellett vérprofi mérkőzéseket játszottunk, hiszen el kell mondjam, hogy minden egyes mérkőzés, amelyiken részt vettünk, magas színvonalú, mindenki maximálisan ott tette magát, és próbálta mindenki a lehető legjobbat kihozni magából, és a csapat szinten ezt sikeresen venni egy-egy mérkőzést. Az önkormányzati bajnokság győztese a Nyírsuli csapata lett megelőzve a THG Kft. És a kormányhivatal együttesét.